kívást, hogy a Magyarországi Kongresszuson beszélhessek. És bármennyire is jó lenne személyesen együtt lenni, most más időket élünk. Nagyon jó emlékeim vannak Budapestről, és örülök mindig Borbély Péter meghívásának, aki inspiráló számomra. Nagyon szokatlan időket élünk, a fogszabályzásról beszélve is. Egy nagyon kritikus időben élünk az egész emberi civilizáció szempontjából, és egy teljesen megváltozott világban élünk. Csendes, üres terek vannak, és még úgy is, ahogyan szép lassan folytatjuk a munkánkat, olyan változások vannak, amelyek előre láthatatlanok voltak, és teljesen precedens nélküliek. Van a Sound of Silence, vagyis a csend hangja Simon Garfunkeltől, és ez a szám, vagy ez a zene sokszor eszembe jut, mert egy csomó rendelő teljesen leállt. Tehát egy elég kritikus időszakot élünk. Mint bizonyára tudják, ez egy olyan fajta ebben a helyzetben. Nagyon fontosak érzem, hogy a fogszabályzási ellátást megint humanizáljuk, az emberi szempontokat előtérbe helyezzük. Orthodontic excess and market excess had overtaken us, and you know we were tribal, we were úgy érzem, hogy sok dologban így a buddhista filozófia felé kell fordulni. You could build a fantasy about every anything and realizálni azt, hogy sok tekintetben mennyire függünk egymástól. Tehát az egyik alapvető változás véleményem szerint az, hogy újra értékeljük, tanuljuk az ismereteinket. Tehát a páciensekkel vagy az orvossal való beszélgetések teljesen megváltoztak. Tehát mindannyian ismerjük azt, hogy milyen az oktatás az egyetemeken, de átgondoltuk-e azt, hogy melyek az oktatásnak az olyan vonatkozás, ami nem kifizetten a szigorú értelemben a szakmáról szól, hanem egy ember, egy személy kezeléséről. És ezért örülök, hogy sokat foglalkozhattam és írhattam arról, hogy az emberi oldalát hogyan kezeljük a fogszabályzó ellátásnak. Tehát mit értünk el ebben a témában? És ezért úgy gondolom, ez az egyik legfontosabb változás, mert úgy érzem, hogy fel